Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit, a szép napon reggelen délutánon nálunk, délutánban képzeld el. Ugye úgy volt, hogy ma elmegyünk az állatkertbe, aztán képzeld el, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk el az állatkertbe. Nem mentünk el az állatkertbe, ugyanis most már délután van. Egy kicsit későn keltünk fel, fáradtak voltunk, és úgy döntöttünk, hogy állatokat lehet látni Ausztráliába is, úgyhogy kihagyjuk az állatkertet. Semmi más nem csináltunk, mint képzeld el. Elmentünk, reggeliztünk, utána elmentünk ide a közeli boltokba, egyet sétáltunk, hazajöttünk, vissza ide a szállodába, és most nem más csinálunk, mint pakolunk, ugye ez az utolsó napunk. És holnap még van egy napunk, mert a repülő holnap csak 10 óra 30-kor megy este. Úgyhogy egy egész napunk van még holnap is, de ugye ma össze kell pakolni az összes bőröndöt, az összes ruhánkat, az összes mindent, látod? Éppen pakolunk a használt ruhákat, a mindent. Ugye egy kicsit ilyen felfordulás van most mindenhol. A Lukasz semmit nem csinál, csak a számítógépezik, ugye? Szervusz! Na mi van? Milyen volt a nyaralás? Jó! Jó? Melyik volt a legjobb része? A Universal. A Universal Studio volt a legjobb? Yeah. Disneyland? A Star. De Universal jobban tetszett. Okay. Davis, how was the holiday? Milyen volt a nyaralás? Mit csinálsz? Te! Davisnek amúgy szerintem a Legoland tetszett a legjobban, ha? Which one was better? Legoland, Disneyland, the Universal? This one. Okay, and Legoland? Yes? Minden jó volt. Everything. Yes, did you like everything? Some is a naughty bad guy. What? Zombies are bad guys. Aha, zombies are bad guys, yes. Azt mondta, a zombik azok a rossz emberek. Ugye Universalban tegnap voltunk, és ott volt az a helikopter. Nagyon be akart oda menni, megnézni a zombikat, de mondtam, hogy nem mehetsz te oda be, úgyis meg fogsz ijedni. Bár bemehetett volna, tehát ugye végig kell csak sétálni, csak hogyha megijed, akkor... Na ugye, úgyhogy nem ment be. Mondta nekem, hogy legközelebb egy kicsit nagyobb lesz, és jövünk megint, akkor majd bemehet megnézheti a zombikat. Az, hogy legközelebb lesz, mikor azt nem tudom. Amúgy jó volt a nyaralás, egy kicsit fárasztó volt, ugye sok séta, de amúgy tetszett, nekem is tetszett, mindenkinek tetszett, de elfáradtunk a nyaralásban, azt hiszem, hogy most hazamegyünk és kipihenjük magunkat, aztán mindent ugye visszaáll a régibe, visszamegyünk munkába dolgozni, iskolában nem, ugyanis most kezdődik a szünet. Épp, hogyha hazamegyünk, hazaérünk ugye pénteken, aztán rá hétfőn kezdődik a szünet. Pénteken már nem megy iskolába, reggel 5 óra 30-kor fogunk megérkezni, aznap iskolába, aznap ugye nem megy már a Lukasz iskolába, és két hét szünet lesz, ugye téli szünet lesz mi nálunk. Az időjárás mutatom. Rettentő szép, látod, már reggel ugyanígy elkezdett kisütni a nap, elmentek a felhők, és nagyon meleg van. Úgyhogy, ezt csak gondoltam, hogy ezt a mai videót egy ilyen rövid videó lesz. Ugye nem filmeztem le délelőtt, hogy hova mentünk, most meg csak pakolunk, tehát semmilyen érdekes dolgot nem csinálunk. Pakolás után el fogunk menni még, meg fogunk majd vacsorázni, hát még ide a közeli boltokba sétálunk egyet, még körbenézünk, hogy holnap mit csinálunk, azt nem tudom. Valószínűleg, hogy autózunk körbe, megnézzük meg egy pár dolgot, amit szerettünk volna itt közelben, meg a reptér körül. Ugyanis, ahogy mondtam, egész napunk lesz. Megpróbálom későn felkelni, legalábbis a Davis, hogy bírja az egész napot, ugye, és a repülőn tudjon aludni éjszaka, tehát ha végig aludsz a repülőt megint, akkor talán nem lesz olyan nyugas, mint ugye megérkezünk, de biztos, hogy fáradt lesz. Aztán még mielőtt befejezem, csak mondok pár érdekesebb dolgot, ami nekem érdekes volt. Annak idején, mikor itt voltunk utoljára az öcsimmel voltunk, egy majdnem egy évvel azelőtt meg ugye a Lukasszal meg a feleségemmel, a Davis akkor még mi nem született meg, és amikor itt voltunk, én szerintem több hajléktalan volt az utcán, mint most. Tehát ez alkalommal akármerre mentünk, voltak hajléktalanok, de nem annyi. Tehát vagy találtak azóta a munkát, ami sok ilyen láttam, képzeld el, hogy mentünk, és mindenhol ki volt írva, hogy keresnek ugye embereket dolgozni, rettentő sok ember, például ilyen boltokban, meg mindenfelé. Biztos, hogy most is ugye sok a munkanélküliség. Mit csinálsz, nyuszi? Aztán nem játszunk. De szerintem nem annyi ember van most az utcában. Lehet, hogy rosszul tudom, fogalmam nincs, látok valakit, akik lehet, hogy jobban tudja. Én, amit itt láttam, annak idején minden utca sarkon, vagy legtöbb sarkon kínáltak a hajléktalanok, ugye kéregettek, virágot árultak, valamit, ugye mindent, és
Ez akkor már annyi szerintem nem volt. Tehát most is volt, ugye mondtam, hogy odajött hozzánk is hajléktalanul, mert láttunk, de nem olyan sokat, mint mondjuk ugye 3 vagy 4 évvel ezelőtt. Úgyhogy gondoltam, hogy ugye megemlítem. Na, úgyhogy most nem más csinálunk, mint megmossuk a fogunkat. Legalábbis a Davis azt mondta, hogy el akar menni fogat mosni. Na, jössz fogat mosni? Yeah, come on, let's wash. Brush your teeth. Elmegyünk megmosni a fogunkat. A Davisnek a fogát. Itt van. Várjál. Addig lerakjuk a kamerát. Na, Davis elment megmosni a fogát. Amit tudod, mi furcsa? A WC. Hogy ilyen a WC, és ilyen le kell itt nyomni. Nálunk itt van a WC, hogy meg kell itt nyomni a tetten, itt az oldalán. És mikor van a víz, olyan, mint a repülőn. Látod? Elkülik. Oda lemegy. Amiénk az nem jön. Utána meg szállítik vízzel. Ez majd másfajta. Aztán a zuhany. Az zuhany ilyen, nem tudom, mutattam el, vagy nem. Oda van ugye feltéve, kiadírva, vagy húzzad be ezt a függönyt, hogyha zuhanyod, ugye, hogy a víz nem menjen ide. Te, nyuszi, azt ne nyom meg megint. Don't. Aztán van ilyen szép kép itt a falon, a WC fölött. Ilyen szép tapéta, vagy nem szép, de ugye ki van tapétázva, aztán ilyen a plafon. Van itt ilyen elszívó, ott az a víz, hogyha véletlen tűz van. Aztán itt vagyok én, meg a Davis. Ja, ne, nyelvedet is megmosod? Megsikálod? Hm? Nagyon ügyes vagy. Aztán mutattam ugye a vasalót, meg a vasaló deszkát. És a szállodai szoba ugye fel volt szerelve mindennel, a medencével nem mentünk le. Mondjuk már lemehettünk volna, de az a baj, képzeld el, hogy a feleség ugye megfázott majdnem ugye az elején, és most már én is, vásárnap, tegnap előtt elkezdett, terap már folyt az orrom, már most is, ma is folyik az orrom. Nem olyan túl rossz, de egy kicsit folyik az orrom, kapar a torkom. A Davisnek is egy püszke, úgyhogy gondoltam, hogy nem megyünk le a medencébe. Bár ma nagyon jó idő lett volna. Látod, szépen süt a nap, ami nincs lent senki. Nem tudom, lehet látni ott, nem? És senki nincs benne a medencébe. Nem tudom miért. Meg szép az idő. Még fúj a szél. Na mindegy. És ezt a mai videót én itt most befejezem. Remélem, hogy élveztétek ezeket a nyaralós videókat, és ugye próbáltam mutatni több dolgot, amelyet ugye csak tudtam. Legközelebb mikor jövünk vissza, vagy mikor megyünk nyaralni, nem tudom. Lehet, hogy nem mostanában, ugye, majd jövőre megint. Már biztos, hogy nem, ugye. Lehet, hogy majd másfele megyünk, csak próbálom, mint a feleségemet, ugye kerül, mert jön ide-oda mindenfelé. Na minden, ugye ezt a mai videót én itt most befejezem, aztán majd otthon folytatjuk tovább. Amúgy, ha ezeket a videókat nézitek, és néztétek, vagy láttátok, akkor az azt lehet, hogy hazaértünk, és meg tudtam őket szerkeszteni, hogyha nem, akkor valamiért itt ragadtunk, vagy nem tudom, hogy mi történt, valami történt, de biztos, hogy hogy haza fogunk érni, és minél előbb meg fogom tudni őket ugye szerkeszteni és feltartani. Na mindegy, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni utoljára innét Los Angelesből, Amerikából, mindenkinek további szép napot, sziasztok!